kicsit az is volt az ötlet, hogy báli ruhába öltöztetjük ezeket az épületeket. Itt állok a Dréher palota tetején, és innen egészen elképesztő kilátás nyílik a környékre. De most nem a kilátás miatt vagyunk itt, hanem a felújítás előtt álló neoreneszánsz épület miatt, ami három másik társával együtt, az Almási palotával, a Wagner palotával és a Kincsen palotával néhány hónapja egy ilyen aranyborítást kapott. Szalai Dániel képzőművésszel, aki ennek az egésznek a művészeti koncepciójáért felelt, fogunk erről beszélgetni, hogy miért került ezekre az épületekre ez a fólia, miért épp aranyszínbe burkolták be ezeket az épületeket. És reméljük, hogy mire Dani megérkezik, addigra a nap is kisüt, és akkor meg tudjuk mutatni, hogy mennyire csillognak és fénylenek ezek a felületek. Igazából már amikor megkeresett a Pixis Nautica, akkor volt egy ilyen elszólásuk, hogy ők erre egy városléptékű csomagolási projektként gondolnak. És ugye a Molino az elég közel áll ehhez, úgyhogy volt olyan ötlet is, hogy közvetlenül az épülettel kezdünk el dolgozni, megtisztítunk egy részt mondjuk esetleg a homlokzaton, vagy az aranyfüst már itt előjött, például a Fondazione Pradának az épület felújításánál volt referencia, hogy ott aranyfüsttel burkoltak nagyobb felületet, de végül is ez a fólia lett a megoldás, úgymond az én védelmi része miatt is, meg a kezelhetősége miatt mondjuk így. És hogy miért arany, az egy összetett kérdés. Hát egyrészt az Optim vezértének az arculati színe az arany, másrészt palotákról beszélünk, úgyhogy a fényűzés nem idegen ezeknek az épületeknek a történetétől. Lehet, hogy nem a legvisszafogottabb választás, de emellett ki kell állni, mert ez így lesz igazán látványos, és egyébként autentikus is bizonyos szempontból. Mind az Optimus, mint pedig a Pixis Nautica nagyon figyelt rá, hogy valami több jöjjön létre ebben a projektben, mint amit megszoktunk az ilyen típusú vállalkozásoktól. Nagyon fontos volt, hogy ennek legyen egy művészeti kvalitása. Először is a csomagolásról, hogy mindenki a Krisztó jut eszébe, ez vitathatatlanul így van. Mert bevallom összetem, hogy nekem ez az egész fólia arany dolog, ez inkább onnan jött, hogy tavaly novemberben voltam Párizsban, ahol a Buse de Commerce-nek, a Pinot Collection-nek az épületét felújították, és elé raktak ki egy ilyen nagyon-nagyon szép, ezüstösen csillogó, ilyen irizáló zászlót. És ez az anyag valahogy a mozgásával felhívja a figyelmet, azt tetszett meg. Önmagában a csomagolás gesztusa ugye egy elrejtés, de valójában valamit kiemel. Beborítjuk a homlokzatot, de kíváncsiságot keltünk, hogy mi van mögötte. Egy kicsit olyan, mint egy ilyen ajándék. És az anyagválasztásban is van egy ilyen kettősség, hogy ugye egy tükröződő felület az egyrészt valamit visszaver, nem enged átmenni, vagy átlátni rajta, másfelől viszont valamit visszatükröz és láthatóvá tesz. Nagyon sok szempontot kell figyelme venni. Az egyik például, hogy milyen nyúlása van egy ilyen anyagnak, és hogy mennyire bírja, hogyha kifeszítik. Ezek ilyen poliamidel, aztán fürdőruha per táncruha anyagok, amik a vizet aránylag jól bírják, de a laminálása az nem mindegyiknek gumi alapú, és mi a végén egy olyan anyagot tudtunk választani, ami iszonyatosan jól bírja a nyúlást, és részben vízlepergető is, úgyhogy sokkal jobban ellenáll a környezetnek. Nagyon más kapcsolatba kerül az ember az épülettel ezáltal. Az egész épített környezetről máshogy kezdenek el gondolkodni az emberek. Élünk ezek között, az épületek között, ugye legtöbben nincs bejárásunk, sokszor egy kicsit olyanok ezek az utcák, mint hogyha ilyen színfalai lennének az életünknek, vagy ilyen díszletek, amik között mozgunk, de hogy nincs hozzájuk közünk. És ez egy egész más kapcsolatot teremt, hogy hozzá lehet érni. Alapvetően egy ilyen vizuális élményben gondolkodtunk, vagy téri élményben, de már az első épület burkolásánál a munkafolyamat közben jöttek az emberek, és elkezdték fogdosni, és több posztban is ugye eléggé sokat beszéltek róla, hogy mi ez, meg hogy van, találgatták, mindenki próbált hozzá valahogy visszanyúlni, és nagyon sokan kiemelték, hogy a tapintása milyen ennek a dolognak, amit én nagyon szeretek, és nagyon örülök neki. Hát vannak ilyen negatív példák is, hogy valaki mondjuk kiégeti öngyújtóval, valaki kiszakítja, azért ezt elég nehéz kiszakítani. Az egyik legfontosabb aspektusa az aranynak, hogy nem oxidálódik, hogy értékálló, hogy nem változik. És ezek mind műemléképületek fontos történetekkel, és ez nagyon fontos, hogy ennek a projektnek az is része, mind a felújításnak, mind az aranyozásnak, hogy valahogy ezt megőrizzük. Úgyhogy ez az értékmentés, megőrzés, ez egy fontos aspektusa, és valahol ugye a láthatóvá tétel is, és minden ajtón van QR kód, és akkor elolvasható a történet. Az elejétől fogva tervezzük azt, hogy valamilyen módon újra hasznosítjuk az anyagot a levétel után, amennyiben nyilván ez még lehetséges lesz, nem tudjuk, hogy milyen állapotban lesz az anyag, de szeretnénk, hogyha valahogy úgy lenne újra hasznosítva, hogy az utána visszaadásra kerüljön a városnak. Azért ez még egy jó pár hónapig fent is lesz, de abszolút újrahasznosítás a terv.